Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket innen az Aktív Stúdióból. Azért jöttünk most ide, hogy Kemendi Balázsral készíthessünk egy interjút. Szó lesz szereposztási szempontokról, valamint kulisszatitkokról. Tartsatok velünk! Rengeteg Comedy Centralos sorozatot szinkronizálhattok. Például 2-3 éve kezdtétek el szinkronizálni a Rémálom gyár című sorozatot. Ben Stiller esetében nehéz volt választani Kállói Molnár Péter és Lippai László hangja között? Hát nem volt egyszerű, főleg, hogy ugye előjött az a kérdés, hogy aztán egy későbbi sorozatban benne van, ami gyakorlatilag ugyanez a gárda, ez az Another Period című sorozat, benne van a Ben Stiller is, és Jack Black is. És végül emiatt, bár igazából akkor csak sejtettük, hogy az Another Period-et is mi fogjuk csinálni, azt mondtam, hogy próbálkozzunk meg azzal, hogy akkor a Lippai legyen a Stiller, és akkor így Jack Blackre maradhatott Kállói Molnár Péter, akivel szerintem jobban összenőtt. Úgyhogy ez volt a koncepció mögött. Magyarországon Amerikához képest 3-4 év csúszással mutatták be itthon nálunk a Rick és Morty című sorozatot. Már akkor nagy rajongó tábora volt ennek, és magas elvárásokkal kellett megküzdenetek, megfelelnetek a szinkronnal szemben is. Például az adás előtt a Comedy Central közé tette a szereposztást, Barát Istvánt Morty hangjára egyből elfogadták, de Háda Jánossal, Rick magyar hangjával szemben fenntartásaik voltak a rajongóknak. Hát ez egy nagyon finom megfogalmazás, igen. Iszonyat nehéz és hatalmas a nyomás, amikor egy ilyen szinten kultikus sorozatot, filmet kap az ember. Esetünkben a Rick és Mortynál tényleg, mivel hogy már kialakult ez a légkör körülötte, és tulajdonképpen ez a nagy hisztéria már Magyarországot is elérte, és a fiatalok ismerik, és bizonyos jeleneteit betéve tudják, na hát ilyenkor nagyon hálátlan feladat szinkront készíteni hozzá, hiszen ők tulajdonképpen azt várnák el, hogy az eredeti színészek eredeti hangján csak magyarul szólaljon meg a történet. Ez nyilvánvalóan nem lehetséges. Hát a Rick és Morty egész folyamatát az jellemezte, hogy tulajdonképpen castingolnunk kellett a főbb szereplőkre. Egy dolog nem volt kérdés, az anyuka Bess, hiszen most nem fog eszembe jutni a színésznő, de aki például a Scrubsban is már Zakariás Éva volt, így a megrendelő is kérte, de ez nekünk is evidens volt, így ő volt fix, és az összes többire castingoltunk. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy én nagyon örülök a végeredménynek, nagyon-nagyon hálás vagyok mindkét főszereplőnek, hiszen tulajdonképpen most mindenkinek, aki benne dolgozott persze, de hát egy Rick és Morty nyilván a két főszereplő dominál. És mind Háda Janinak, mind Barát Pistinek nagyon-nagyon sokat köszönhet szerintem ez a magyar szinkron. Hogyan tudsz azonosulni ehhez a kicsit beteg, morbid humorvilághoz? Én nagyon. Tehát ez annyira az én humorom, hogy noha meg kell, hogy mondjam, én a Rick and Mortyt nem nagyon néztem előtte, tehát tulajdonképpen én internetes mémekből tisztában voltam vele, hogy ez micsoda, de csak jeleneteket láttam belőle azelőtt, hogy ugye megkaptuk volna. Tehát ismertem a humorát, ismertem a világát, na most erre még rápakoltak sok-sok lapáttal. És bizony ez is az a fajta sorozat volt, amit végig röhögtünk. Tehát jó, mondjuk Háda Jani kevésbé, mert azért a Rick elég sokat beszél, és ő neki ebből a szempontból azért ez egy picit feszítettebb tempót jelentett, hiszen gyakorlatilag tekercs elejétől tekercs végéig olykor nagyon sok karakter, hiszen van olyan, nem egy olyan rész, ahol meg sokszorozódik, és volt olyan, ahol nem is tudom, 20-valahányan volt egy főszereplő. Tehát ott az azért, de ugyanakkor tartalmazott annyi humorforrást, hogy mindenképpen sokat mosolyogtunk, nevettünk és álltunk is emiatt. Az Úr keres hölgyet című sorozatnál érdekel még a véleményed, a már kialakult véleményed? Az egy elképesztően jó sorozat. Tehát amikor azt látni, hogy teljesen tudatosan megtervezték egy olyan sorozat, ahol, amit akár lehetett volna évekig is futtatni, és akkor unalomba fullad, ők azt mondták, hogy csináljunk 3 évadot,
viszont akkor az a három évad nagyon pöpec. Tegyük meg főszereplőnek ezt a Jay Baruchelt, aki tulajdonképpen egy zseniális színész, és az ilyen improvizációs jellegű színjátszásnak szerintem ő nagy királya. Tehát ez a sorozat, ez tulajdonképpen tényleg nem véletlenül a főszereplője rajta áll. Nekem az valahogy egy pillanatig nem volt kérdés, hogy ki legyen az ő hangja. Egyrészt az ilyesmi jellegű karaktereknek Hanvas Dani az egyik legtökéletesebb választás. Színészileg is szerintem nem tudok nagyon olyat mondani, aki egy ilyen figurát jobban hozna. Úgyhogy ez a sorozat szerintem attól lesz annyira izgalmas magyarul is, hogy Dani le tudja követni azt a spontán jellegét a Jay-nek a játékának, ami szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy ezt tényleg úgy tudjuk átültetni magyarra, hogy ne nagyon csorbuljon a koncepció. Van egy komikus sorozat, az Amerika Huangjai, ez egy Tajvánról származó japán család, akik tulajdonképpen nyitnak egy éttermet Amerikában. Ezzel tudtál azonosulni, vagy milyen érzés volt? Nincsenek ázsiai gyökereim, tehát így ezzel a történettel úgy nem, de viccet félretéve nagyon szerettük azt is. Nyilván ez tulajdonképpen számunkra nem biztos, hogy annyira nagyon érthető. Ez Amerikában sokkal inkább előtérbe kerül, hogy egy ilyesfajta kisebbség, egy olyan környezetben, ami tulajdonképpen, tehát itt nem csak az a lényeg, hogy ők Amerikába költöznek, hanem hogy egy ilyen lila akác közszerű környékre költöznek, és hogy ott hogyan fogadják el őket, miként élnek meg bizonyos helyzeteket. Ezek egy részét szerintem a magyar közönség nem biztos, hogy úgy tudja érteni, ahogy ezt az amerikaiak értik, hiszen ők élnek ebben. De én azt gondolom, hogy a humorának egy jelentős része átjön, és nagyon szerethető emberi karakterek vannak benne. Főleg a második évattól szerintem nagyon eltalálták. Van még a Családom darabokban, vagy a Goldberg család, ami egy 80-as években játszódik. Ezekkel is hasonlóképpen dolgoztál, mint többet? Én tehát a Családom darabokban az nekem nagyon nagy szerelem. Tulajdonképpen az egy olyan bájos történet, teljesen hétköznapi élethelyzetek, amik minden emberrel előfordulnak előbb-utóbb az életében, ezek szerepelnek benne, és hát nyilván ilyen szitkomos helyzet megoldása, de nincs olyan, hogy ugye négy történetből áll, kis rövid történetből áll egy epizód, nincs olyan, hogy legalább egyel-kettővel ne tudjon a néző azonosulni, hanem minden. Nagyon szerethető, és mi is nagyon szerettük a szinkronnál. Nagyon, megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon köszönöm az összes ebben résztvevő színésznek a munkáját, mert nagyon sokat tettek hozzá. A másik sorozat, a Goldberg család, azért áll hozzám közel, mert alapvetően én is nagyon szeretem a 80-as éveket. 80-as évek gyermeke vagyok, imádtam azt a korszakot, a zenéket, mindent, és valahogy, noha nyilván a 80-as évek Amerikája és a 80-as évek Magyarországa picit messze állt egymástól, de valahol mégis azt érzem, hogy kicsit úgy vissza kerültem abba a korba, és eleve nagyon bájos karakterek vannak ott is, nagyon szerethető család. Szerintem az is egy olyan történet, amit már csak azért is szerethet az is, aki nem élt még a 80-as években, mert olyan blőd családi helyzetek vannak, amiket már csak azért is megnézel, hogy na, most ezt hova futtatják ki ezt a helyzetet, ezt a konfliktust. Úgyhogy. Van egy tini skifi sorozat, a Visszatérők. Nehéz volt a főszereplő hangjának kiválasztása, hogyha igen, akkor miért? A Visszatérőknél is ugyanaz volt egy picit a helyzet, mint a Rick és Mortynál, abból a szempontból, hogy az is egy nagyon várt sorozat volt. Tehát már egy igen erős magyar rajongói bázissal bírt. És az az igazság, hogy ott meg azért voltam különösen nehéz helyzetben, mert azt is láttam már civilként évekkel korábban. Tehát amikor kijött a sorozat, én ezt már megnéztem. És amikor megkaptuk a megrendelést, akkor egyszerre újjongtam, másfelől meg elkezdtem aggódni, mert éppen mondtam, miközben néztük, hogy fú, nagyot fog szívni ezzel az, aki csinálja.
És tényleg, és megnyertem magamnak, de összességében tényleg örültem, csak baromi nehéz volt, mert megpróbáltam visszaemlékezni arra, mert nyilván tehát szakmai ártalom az ember, hogyha néz valami nem szinkronos tartalmat, akkor elkezd fejben ötletelni, hogy na most ennek kit adnál. Nyilván, amikor néztem a sorozatot, akkor is voltak ötleteim, és ott volt az, hogy akkor na, kit mondtam erre, kit gondoltam erre. És nagyon nehéz volt megfogni, mert nyilván azt tudtam, hogy meg nem is volt az valahol koncepció, hogy egy az egybe olyan hangú embereket keressek, mert olyanokat úgyse fogok találni. Ami számomra lényeges kérdés volt, hogy kiben látom azt, hogy főleg a főszereplő Clark alapvetően érzelmes, ugyanakkor elég kemény karakter is, hogy mind a két oldalát vissza tudja adni. Én úgy gondoltam, hogy Molnár Ilona az. Nyilván azok a rajongók nem biztos, hogy egyetértenek, akik már előtte 126-szor megnézték az összes epizódot, de hála Istennek, ahogy a Rick and Morty-nál is van egy olyan visszacsatolásom, hogy a hónap szinkronja szavazáson a műsorvízió blogon a december hónapnál megszavazták a hónap szinkronjának. Ilyen szavazásos győzelem sajnos nincs a visszatérőknél, viszont fórumbejegyzéseket azért szoktam néha nézni, és ott láttam, hogy az új nézők, tehát akik már szinkronnal ismerték meg, azok szeretik. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, ezt a beszélgetést. Én is köszönöm. És hát további jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen.